Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és mielőtt rátérnénk az e-havi témánkra, az idegrendszerre, egy nagyon kedves nézőnk, K. József, 64 éves nézőnk írta, hogy ő szed egyfajta kapszulát, amiben a vörösere kivonat és a galagonya együttesen megvan. Milyen gyakorisággal kell szednie? Ezt kérdezi. Valójában ez a készítmény egy havi adagot tartalmaz, és abban az esetben, ha teljesen kiegyensúlyozottá válik az ő szívműködése, akkor nem kell tovább szednie. Vannak viszont olyan esetek, amikor évente egyszer vagy kétszer tartunk egy ilyen kúrát, ősszel mindenképp ajánlott egy ilyen kúrát végigcsinálni, mert ez azt jelenti, hogy teljesen kitakarítja az összes artériás erőnket. És akkor most térjünk rá e havi témánkra, az idegrendszerre. A törzsfejlődés során bizony már a legegyszerűbb élőlényeknek is van egy idegi érzékelése és egy válasza. Valójában azt szoktuk mondani, hogy az emberben érte el a csúcsát, de legyünk őszinték. Fogalmunk nincs, hogy az állatvilágon belül mely élőlényeknek van olyan jelzésrendszere, amely nem kifejezetten a mi érzéseink, érzékeink és a mi elveink alapján működik. Két példát is tudok erre önöknek mondani. Az egyik az elefántokkal kapcsolatos, márpedig, hogyha egy elefántnál megnézzük azt a hangtartományt, amivel ők kommunikálnak, azt bizony nem nagyon értjük. De térjünk vissza az emberi idegrendszerre. Sokan azt képzelik, hogy ilyen kis villámok cikkáznak szanaszerte szét az emberi szervezeten belül. Nem is nagyon messze vagyunk ettől, a ténytől, de csak azokat a dolgokat tudjuk az agyunkkal érzékelni, amire van receptorunk. Tessék csak elgondolni, hogy érzünk illatokat, látunk, hallunk, sőt, tudunk tájékozódni a térben, valamint a bőrünkhöz, ha valami hozzáér, ezt is érzékeljük. De érzünk ízeket is. Ez egy olyan külső kapu, ahol van a külvilág felé egy érzékelő sejt, ami az onnan jövő ingert képes átalakítani és bejuttatni a szervezetünkön belülre, egészen föl az agyig, illetve rögtön azonnali válaszokra is szükség van, ezek pedig gerincvelői szinten zajlanak. De nézzük meg az első ábrát, hogy milyen is magának az idegrendszernek a felépítése. Az idegrendszerünknél van egy központi, amit önök most baloldalt láthatnak, és van egy környékinek nevezett idegrendszere. A központi idegrendszer két nagy területre oszlik, az egyik az agyvelő, a másik pedig a gerincvelő. Az agyvelőn belül is több felosztás létezik. Van az agytörzs. Az agytörzs az a legősibb területünk, ez már nagyon-nagyon korai fejlődés tani szakaszban is megjelenik. Utána jön a közti agy. A közti agyban nagyon sok magrendszer található, a talamusz, hipotalamusz, hipofízis. Ezekről is fogok egy pár szót ejteni. Utána jön a kisagy. A kisagy szintén az agy velőhöz tartozik, de a kisagyunk az a térbeli kiegyensúlyozottság és a stabilitás érdekében működik. Ezen kívül van a nagyagy.
Hát a nagy agynak két nagy területét ismerjük, a külső része és a belső része. A külső rész, ez sejtes állományból áll, és a belső rész mondhatjuk úgy, hogy húzalokból, hiszen egy csomó bejövő és kimenő információt irányítania kell. A környéki rendszeren mit értünk? A környéki rendszernél vannak az ideg dúcok, valamint külön vannak az idegek, ezen belül is van 12 pár agyidegünk, valamint 31 pár gerincvelői idegünk. Most, ha egy picikét visszatérünk a közti agyra, ott egy ilyen nagyon nagy magrendszer van. Tessék elképzelni, hogy amit említettem, a talamusz, az egy olyan irányító pályarendszer idézőjelben, ami a beérkező információkat, mint a kelenföldi pályaudvar, szana szétosztja, neked ide kell menni, neked oda kell menni, de ahhoz képest, hogy te odamész a másik oldalra is adjál rá információt, és ez a rengeteg információ mind-mind a kéregállományhoz jut el az agyon belül, ahol említettem, sejtek találhatóak. Itt találhatóak a neuronok. Nézzük meg, milyen egy neuronnak a felépítése. Amit önök látnak, ugye visszaemlékeztetve arra az időszakra, amikor elkezdtük az adásokat és a sejtről beszéltünk, ugyanúgy megvannak az alap funkciót ellátó egységei. Középen ez a nagy sárga, ez maga a nukleusz, az a sejt mag. Körülötte energiát adó mitohondriumoktól kezdve, riboszómákon keresztül egy csomó-csomó működéshez szükséges alapkészülék található, és hogyha megnézzük a vörös részt, a fölülről két kapcsolódást lehet látni. Így kapcsolódnak egymáshoz az idegsejtek. A mellette lévő karikában lehet látni kinagyítva ezt a kapcsolódást, és a beérkező, ilyen sárgásabb végződés, az, ami egy másik neuronról érkezik. Ahogy jön az ingerület ennél a szinapszisnál, mert hogy ezt így nevezzük, azok a kis gömböcskék kémiai anyagokat tartalmaznak. Az ingerület hatására ezek átkerülnek, és ezt a fajta érintkezést ott azok a kis Y alakú részek érzékelik, és információt adnak le annak a sejtnek, ahová megérkeztek a jelzések. Na most a vörös rész, maga ugye a sejt, hogyha nézzük tovább egy ilyen kék, hosszú, axonnak nevezett része van, de maga a kék, az maga a gliasejt. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész az agyunkban, hiszen a glia, ez egy zsíros állomány, de sejtes részével védi az axont, magát a neuronnak a hosszú nyúlványát, mert hogy ha egymáshoz érintkeznének, külön impulzusokat adnának le. Ez senkinek sem lenne jó, hiszen nagyon erős fájdalmi reakciókat keltenének, és sajnos a szklerózis esetében pont ezek azok a sejtrészek, ezek a kék összefüggő és bevonó részek, amelyek elkezdenek sorvadni. A következő képet, hogyha megnézzük, azon látni fogjuk, hogy milyen sejtek építik föl az agykérget. Tessék megnézni, az előző ábra alapján volt egy multipoláris sejt. Ez annyit jelent, hogy nagyon sok kapcsolódási rendszere van a többi sejthez. Ez ott fönt látható, ahol a kék sejtmagon kívül vannak nyúlványok, és a nyúlványokról dendritek lógnak le. Ezek a dendritek azok, amik kapcsolódnak egy másik agysejthez, és viszik az információkat.
ugyanakkor van ez a hosszú nyúlvány, a hosszú nyúlvány pedig egészen le tud jutni egy másik sejthez, illetve vannak olyan ideg sejtjeink, sejtkötegeink, amelyek rendkívül hosszúak. A következő az a pseudo-unipoláris sejt. Ez annyit jelent, hogy ugyan egyetlen egy sejtként, de látjuk, hogy ő fölfelé és lefelé ad információkat. A bipoláris sejt az két irányú, tehát ő két irányba vesz, küld, és ugyanúgy van a piramis sejt, ami viszont nagyon nagy tömegben képezi az agyunknak a kéregállományát. Az agyon kívül ugye megbeszéltük, hogy hozzátartozik a központi idegrendszerhez a gelincvelő. Érdekes módon a nyúlt agy, amit említettem, hogy ugye az a legősibb terület, a nyúlt agynál egy ilyen kereszteződés jön létre. Ettől a kereszteződéstől lejjebb a gerincvelőben középen futnak a sejtes részek, és a húzalok pedig kifelé, illetve befelé a gerincvelőhöz viszik az információkat. Gondolják el, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy a sejtünk, testünk minden sejtje érezve van, és irányítva is. Az, ami a szemünkön bekerül információ, egy másodperc alatt több milliárdnyi. Ebből az agyunknak, az előbb látott sejtféleségeknek ki kell szűrniük azokat a fontos információkat, amelyekre oda kell figyelnünk. Gondolják csak el, ha valaki megütné az arcunkat, először a szemünkkel látjuk, hogy jön felénk egy kéz. Ezt föl kell dolgozni. Valami jön felém. Abban a másodpercben, hogyha még jobban közelít, ez nagyon erősen jön felém, úgyhogy el kell húznom, és elhúzza, mert az agy irányítja azokat az izmokat, amelyek a védekezést fogják beindítani, és nem fog elérni az arcomhoz, elmegy előttem ez a kéz, ami pofon akart vágni. De ez egy reflex folyamat. A reflex folyamatnak vannak külső irányító részei, amelyek a beáramló információk alapján döntenek, és mozgósítják a szervezetet. Ha megnézzük a következő ábrát, akkor azon azt fogjuk észrevenni, hogy a gerincvelő mellett vannak ilyen kis gömböcskék. A gerincvelő maga a ki- és belépő rendszerén keresztül képes ellátni az egész szervezetet, azt, amit az előbb elmeséltem önöknek, a szemtől kezdve végestelen végig a teljes szervezetünket. Nézzük meg, hogy viszont a környéki rendszerhez tartozó, tehát a gerincvelőn keresztül kilépő idegek, azok mi mindent látnak el? A következő ábrán egy alsó agyfelszínt fogunk látni, és gyakorlatilag az összes 12 pár agyideg fel lesz tüntetve. Itt látjuk legfölül az egyes számú ideget, a szaglóideget. Kérem szépen, ez nálunk embereknél nagyon-nagyon vissza van fejlődve, tényleg nagyon gyorsan kifárad. Nervus olfactoriusnak hívjuk, és ha megnézik, pont az agynak az alsó felszínén jön előre, és semmi más nem tesz, mint behatol az orrüregbe, és az orrüregben ágakra osztva képezi a szagló mezőt. Tényleg nekünk ez nagyon csökevényes, ám de a kutyáknak 400-szor olyan jobb a szaglásuk, mint nekünk. A következő az a nervus opticus, látható ott a szem, de a nervus opticuson túl, ami a látással kapcsolatos, gyakorlatilag van egy közös szemmozgató ideg, ez a hármas agyidegünk, nervus oculomotorius, és van egy nervus trochlearis, nagyon-nagyon szép a neve, sodor idegnek hívjuk.
ez is hozzájárul a szem mozgatásához. Van még egy hatos távolító ideg, ezt megelőzi két olyan ideg, ami a sodor ideg, a háromosztatú ideg, a nervus trigeminus. Ezt megmutatom önöknek az arcomon, hogy milyen a trigeminusnak az eloszlása. Itt van a fülünk mögül, ahogy kilép, jön a felső arcrészhez, jön a felső fogsorunkhoz, és jön az alsó fogsorunkhoz. Kérem szépen, ennél nagyon-nagyon fontos az, hogy a felső fogainkat egyes leágazásaival látja el. Ugyanezt történik az alsó fogaknál is, de ahogy az állkapocs részbe átlép, ott még egyben van az egész ideg, ami az alsó részhez befut. Ezért van az, hogyha alsó fogakat kezelnek, jó nagyra ki kell nyitni a szánkat, és bent, hátul, az állkapocsnál szúrnak be egy érzéstelenítőt, már aki azt mondja, hogy engem mindenképp tessék érzésteleníteni. Most ha visszamegyünk az előző ábrára, akkor látni fogjuk, hogy ezen a háromosztatú idegen kívül van még a hetes arcideg, ami a nervus facialis, ez az arcunknak a teljes beidegzését ellátja, mimikai izmokat, nevetéssel, sírással és minden egyébbel összefüggő izomcsoportokat képes ellátni. A nyolcas agyideg, ez az egyensúly és a halló. A halló ideg ugye a csigából ered, illetve az egyensúly érzet, az pedig egy három félkörös ívjáratból, jobb oldalt pont középen látják a három félkörös ívjáratot, előtte pedig a csigát. A nyelvgarat ideg a 9-es, nervus glossopharyngeusnak hívják, és eljutottunk a 10-es agyideghez. Ha jobb oldalt alul megnézik ezt a nagy rendszert, akkor a 10-es agyideg maga a nervus vagus. Ez egy bolygóidegnek nevezett, testünk egyik leghosszabb idege. Tessék el gondolni, hogy az agy alapnál, ott, ahonnan az indulása van a gerincvelő felső részétől, egészen átmegy a mellkason keresztül, a mellkason keresztül a diafragmát átfúrja, ugye ez a rekeszizom, onnan bejut a hasűri szervekhez, és az összes hasűri szervünket ellátja. Mondok erre egy példát önöknek, ami biztos mindenkinek élő saját tapasztalatként megvan. Akkor, amikor étkezünk, akkor egy picikét az étkezést követően olyan pillettség, fáradtság tör ránk. Miért van ez? Amikor lejut a falat a gyomorba, a gyomor elkezd dolgozni, majd az előtte lévő gyomortartalom már átjut a bélrendszer felé, ott is munka kezdődik. A nervus vagus azt mondja, itt bizony vérellátást kell serkentenem. Hát ha vérellátást kell serkenteni, onnan, valahonnan vért kell biztosítani. Na, ezt a vérmennyiséget, mivel állandó a vérmennyiségünk, valahonnan el kell vonni, és ahonnan elvonja, az nem más, mint az agyi területek, ahol egy kis nyugalom, egy pihenés vár ránk. És ezért van az, hogy étkezést után, hogyha éppen arról van szó, hogy hallgatókat oktatok, ilyen pillett, fáradt szemek néznek, hiszen a nervus vagus elintézte, hogy a hasűri rendszeren belül legyen a vér nagyobb mennyisége, mert ott van rá szükség a sejtek működéséhez. Van még a nervus accessorius, illetve egy 12-es agyideg, ez a nyelvgarat ideg. Ez az a 12 pár agyideg, ami a teljes működésünket képes ellátni.
Hát ha ennyi mindenre oda kell figyelnie az idegrendszernek, bizony képes hamar kifáradni. Mik azok, amivel tudjuk támogatni az agyi tevékenységet és a nyugalmunkat? Mutatok először egy olyan növényt önöknek, amit biztos, hogy nagyon ismernek, cickafarknak hívják, és ez a cickafark egy fantasztikus jó tulajdonságú, mert lehet teával bevinni a szervezetbe, ez teljes kiegyensúlyozottságot biztosít, de lehet belőle cickafark fürdőt készíteni. A képen azt lehet látni, ahogy a cickafarknak ez a csodás zöld bujasága bokorként növekedve teliragyogja a környezetét, és ezt a nyugalmat biztosítja számunkra is. A másik ilyen növény az nem más, mint a valeriána, így már biztos mindenki ismeri, pedig macskagyökérnek a virágját láthatják. Ez egy nagyon jó illatú, igaz, kicsit kesernyés jellegű virág, de ennek a kivonatát tudjuk ajánlani mindazoknak, akik egy kicsit feszültebbek, vagy egy kicsikét stresszesebb állapotban vannak. Ezt követi egy olyan kellemes, hogy mondjam, mindennapjainkat szebbé tevő növény, mely igazándiból illatanyagával és a benne rejlő tulajdonságokkal kiegyensúlyozottá teheti az otthonunkat és mindennapjainkat. Úgy hívják, hogy jegenye fenyő. A jegenye fenyőnek az olajos kivonata az egy fantasztikus dolog, mert nagyon sok felhasználási lehetőséget biztosít. Elsősorban baktericid, virucid és fungicid hatása van. Ez mit jelent? A baktériumokat öli, a vírusokat öli, és a gombákat, amelyek a levegőt szennyezik, azok ellen is védekezést tud nyújtani. Tehát, ha ebből az olajból, a jegenyefenyő olajból pár cseppet beleteszünk egy párologtatóba, akkor szépen lassan az egész szoba kiegyensúlyozottan baktérium, vírus és gombamentessé válik. De ha valaki hazaérkezik, és azt mondja, hogy én most nagyon fáradt vagyok, annak azt javasolom, hogy engedjen egy nagy fürdőkádnyi vizet, és ebből a jegenyefenyőolajból 50-60 cseppet nyugodtan tegyen bele a vízbe, és élvezze azt a szibériai csodát, ahol ez a fenyő él, ahol készítik ezt az olajat, és feküdjön bele a kádvízbe, teljesen feloldódik, kiegyensúlyozottá válik, és ezután már jól fog tudni pihenni. Remélem, fölkeltettem az érdeklődésüket, és a hónap alatt többször fogunk az idegrendszerről beszélni, várom önöket a következő adásoknál is, ha kérdésük van, nyugodtan írjanak, válaszolok a lehető legrövidebb időn belül. A címem evalar.hu. Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér, Leszállás a gyógyult oldalon.